Ott jártunk, hogy éppen céklát dolgoztak fel, melyről megtudtuk. Tulajdonképpen ez a magyar olívabogyó, hiszen olívaolajban eltéve hasonló karakterekkel rendelkezik, és épp ugyanolyan gazdag vitaminokban. Ezen kívül készítenek még különféle zöldségkrémeket, sült zöldségeket, zöldségszirmokat és úgynevezett csátnikat is. Mindez prémium minőségben, tartósítószer és adalékanyagok nélkül, kizárólag helyi zöldségek és gyümölcsök felhasználásával. A 2016 óta működő cégnél jelenleg 8-an dolgoznak, és nagyjából havonta 10 000 üveget állítanak elő, ám pályázatok segítségével szeretnének bővülni. Ehhez kérték Lázár János országgyűlési képviselő segítségét is. Van jövő maga szerint? Ha az a tendencia folytatódik, hogy ez a tudatos vásárlás és a hazai alapanyag meg a tőke, a vásárlóerő is erősödik, akkor igen. Akkor ebben lehet fantázia. Igen. Illetve több múlt is azért üdvözítő az a kezdeményezésünk, és nyitott kapukra találtunk olyan szempontból, hogy kedvelik ezt a magyar terméket. Például jó, ha igyekeznek, hogy magyar terméket vegyenek, mert egyébként le kell vonulni a pályáról. Tehát ez nem fog menni, hogy ezek a multinacionális cégek nyugat-európai élelmiszeripari szemetét ráöntik az országra, ezt nem lehet tűrni sokáig. Tehát jól teszik a multik, hogyha igyekeznek és magyar, jó minőségű magyar terméket árulnak inkább, mert ez tűrhetetlen, amit művelnek számos esetben. Lázár János az üzemlátogatást követően mindehhez hozzátette, jó példának tartja a Kanálkát arra, hogy egy olyan kis településen, mint Királyhegyes is lehet sikeres vállalkozást folytatni. Ő maga pedig igyekszik nekik segíteni, hogy azok is maradjanak.